Pár nappal ezelőtt tért haza Magyarországra az Operett Színház társulata. Ausztriában voltak egy hihetetlen gazdag turné sorozat után. Vendégem Bardóczy Attila, az Operett Színház színművésze, szeretettel köszöntelek. Amikor beszélgettünk, és kiderült, hogy 500 előadást csináltatok meg Ausztriában a Szépség és a Szörnyetekből, akkor egyszerűen elképesztőnek találtam ezt a számot, és gondoltam, hogy erről mindenképpen beszélni kellene. Mi a titka az Operett Színháznak, az operettnek és a társulatnak, illetve ennek a darabnak, ami ilyen szériát hozott magával? Hát ugye ez először is néhány kiigazítás, nem csak Ausztria, Németország is volt, korábban Svájc is, és ez egy musical, a Szépség és a Szörnyetek című előadása az Operett Színháznak, de németül. És az az érdekessége még a dolognak, nem csak, hogy németül, de mindent mi csinálunk, tehát a főszerepeket is magyar színészek játsszák németül, és ilyenkor kint van nem csak az egész társulat, tehát akik játsszák a darabot, egy teljes, komplett zenekar, ugye akkor az ensemble, akik a színpadon vannak, nem csak a főszereplők, akkor öltöztetők, sminkesek, hangosítók, tehát egy óriási nagy csapat, körülbelül 100-an vagyunk kint, és valóban most volt az 500. német nyelvű előadás, Dresdában ért minket, nagyon nagy ünnepély volt, de mi még tovább maradtunk, tehát végül úgy jöttünk el, hogy már az 536-nál tartunk, azt hiszem, és azt is el kell mondjam, hogy szebbnél szebb, tehát Dresdában, a Semperoperben, Hamburgi Operában léptünk föl, operaházakban, ahol Frankfurtban például, ahol mindenütt több mint 1100-1200 fő ül végig egy előadást, és teltházak előtt játszunk, nagyon-nagyon sokszor a végén felállva tapsolnak nekünk, ami egy fantasztikus érzés, hiszen nem tudják, hogy kik vagyunk. Az ottani sajtó nem rólunk szól, senkiéről nem tudnak, hanem egyszerűen ez az előadás hat rájuk. És azt hiszem, visszatérve az alapkérdéshez, hogy mi is ennek a nyitja, a kulcsa, ez egy nagyon jó darab és egy nagyon jó előadás. Nem azért mondom, mert benne vagyok, hanem azért, mert láttam nagyon sokszor kívülről a próbákat, hallom folyamatosan az öltözőben, ahogy megy az előadás, ugye az élő hangot, hogy ez egy nagyon jó, élő, erős előadás, nagyon lehet szeretni még belülről is, akik meg ugye először látják, a nézők, és miután ez egy mesedarab, nagyon sokan hozzák ugye a gyerekeket, ez egy családi előadás, tehát apuka, anyuka, nagymama, gyerekek ott ülnek, és mindegyiknek egyformán csillog a szeme a végén, mert ez egy gyönyörű történet, ez egy gyönyörű zene, és tényleg szerintem egy nagyon-nagyon jó sikerült előadás, ezt bátran mondhatom, miután láttam részleteket más előadásokból, amik máshol létrejött előadásokból, amik teljesen másképp közelítik meg ezt a darabot, ezt a témát. Nyilván azok is jók, de ez sokkal, sokkal erősebb. Tehát vannak pillanatok, amikor úgy igazi színházi pillanat, amikor hogy megáll a levegő. És most itt megáll a levegő, és egy pillanatra bele is kérdezek, hiszen annyira elragadott a hív, látszik, hogy szívvel, lélekkel benne vagy a darabban, és nagyon-nagyon szereted. Mese musicalről van szó. Magyarországon egy kicsit el van kényeztetve a közönség, ez az igazság, mert az Operett Színház is, és a Madács is hihetetlen jó darabokat készít. És azért a többi színházak is, azt gondolom, ebben a zenés műfajban nagyot alkotnak, tehát az úgy mindig oda van téve. Uh-huh. Én mindig elcsodálkozom rajta, hogy mi mindent meg lehet csinálni. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy nem sok külföldi színházi élményem volt, volt nagyon jó, mert a Broadway-n láttam a Mary Poppins-t, uh-huh, ami hihetetlenül jó volt, és nagyon vártam utána, hogy milyen lesz a magyar, nem nagyon maradt el tőle, viszont láttam a Milyen My Girl, ami itthon Magyarországon zseniálisan volt megrendezve, József Attila Színház csinált annak idején, és láttam Helsinkibe, ami nagyon gyenge volt mellette, aha, pedig ott is az első számú színház, vagy ott az első számú színház játszotta. De tehát azt gondolom, hogy színházban, előállításban, külső berendezésben mi nagyon-nagyon jók vagyunk. Neked van rálátásod, kitekintésed, hiszen rengeteg helyen léptél föl külföldön. Nagyon sokat játszol kint. És mondtad, hogy ez egy olyan darab, amiben minden
ki magyar, tehát egy 100 fős stáb utazik. Na de te vendégszerepelsz Németországba, Svájcba, Ausztriába, és sorolhatnám a többit, csak most ezt a hármat mondom, ahol leszerződsz egy-egy évadra, vagy egy-egy darabra a Grazi vagy Linzi színházhoz, operaházhoz. Hogyha ebből a szempontból tekinted ezt a darabot, és azt, hogy amikor ott leszerződsz egy darabhoz, és ott egy vagy a külföldi társulatban egy személy, akkor érzed ezt a különbséget? Tehát mivel vagyunk mi jobbak, amikor egyben vagyunk? Tehát amikor az Operett Színház társulata úgy egyben van és megcsinál valamit, az valóban jobb, mint mondjuk a Linzi társulat, amelyik úgy egyben van? Egyáltalán hogy működnek kint a társulatok? Van-e igazi társulat? Nagyon jó a kérdés. Igazából ez a fajta társulat, mint ami még, hála Istennek, létezik Magyarországon, ez nincs. Tehát inkább az van, hogy produkciókra szerződnek, nagy válogatások, meghallgatások vannak, egy konkrét színház épületet kibérelnek, vagy ott játsszák, és mindenkit leszerződtetnek, nagyon profin felkészítik, minden sajtókampány, promóció, nagyszerűen megcsinálják, és ez addig megy, amíg fogynak rá a jegyek. Amikor már nem fogynak rá a jegyek, akkor le kell venni a műsorról. Hát ez ugye ez így nagyon egyszerű elmondani, de ez a lényege. Ez a lényege. Na most visszatérve arra... Tehát akkor ezek szerint, amikor leszerződsz egy darabhoz, akkor az fogalmat sincs, hogy 10 előadást, 100 előadást, 500 előadást fog megérni? Az az igazság, hogy én így nem szerződtem még le, de több kollégám van, akik ugye ezt már több évig végigcsinálták, és gyakorlatilag erről van szó. De azért hozzátartozik, hogy nem mennek, tehát olyan, nem úgy megy ez, hogy hát majd meglátjuk, hát nagyon profi. Meg van csinálva. Profi van kiválasztva a darab, profi van megcsinálva, és mondom, hát olyan promóció van, hogy azért egy évig biztos, hogy megy, és hogyha ugye kivesz az ember egy színházat, hogy ott játszon, akkor ott egy évig minden nap játszik. Mert ugye vissza kell jöjjön a pénz, mert ez üzlet is annak, aki ebben rengeteget belefektetett. Tehát akkor itt is különbség van, hogy egy évig azt a produkciót játsza egy színház? Így van, így van. És így akkor van. Nem az van, hogy egyik nap ez van, a másik nem, nap a az a nyugati színház az nem repertoár színház, mint a magyarok, tehát hogy több darab menne egy épületen belül, nagyon ritka az ilyen operaházak, ilyenek nemzeti színházak, de zömmel inkább olyanok, hogy egy produkció megy benne addig, amíg az eladható. Érdekes. Visszatérünk a magyar társulatra, erre a igen. még élő repertoár társulatra, repertoár színházra. Igen. Hány szereposztással készültetek erre? Ugyanazzal a társasággal megy-e a darab külföldön, mint itt? Illetve mi van ilyenkor évközben? Hát hiszen... az van, hogy ugyanazzal indultunk, de ebbe még belejátszott, ugye meg kellett hallgatni mindenkit németül. Egyáltalán ki az, aki hajlandó megtanulni, mert azért ez nagy tehertétel. Plusz, ha még itthon játszik sok darabba, akkor még ezzel is nagyon sok munkát ugye kell eltölteni. Ki az, akinek jött egy német nyelvtanár, folyamatosan van velünk egy színész, aki színészileg és helyes németileg is folyamatosan ellenőriz minket, mert ő is hozzászólt, hogy ebben az emberben benne van-e, hogy majd egyszer jó lesz, vagy hogy egyáltalán nincs benne. Tehát ezek az előkészületeknél kiderültek. De nagy a rivalizálás egyébként ilyenkor? Hiszen azért nem. Sok múlik ezen. Nem. Azért senki. Tehát ha valaki, azért az egy nagyon nagy feszültség. Kiállni egy idegen anyanyelvű közönség elé, az ő anyanyelvükön, és nekik varázslatot csinálni, tehát megnevettetni őket, megrékatni őket, és közben úgy csinálni, mintha nekem ez így lenne, és közben mind így vagyunk belül, hogy Uramisten. Azt se tudod, mit beszélsz. Hát volt, aki tehát úgy jött ki, hogy ő megtanulta, gyönyörűen egyébként, de egy szóra nem tudott volna válaszolni, hogyha kérdeznek tőle. Meg hát aki tud, azt se tud úgy, hogyha rontana, igen. akkor tudna improvizálni, hogy kijavítsa. Őrület. Azért tényleg hihetetlen. Ez nagy feszültségem. Tehát erre nem mindenki jelentkezik, hogy igen, én ezt akarom, és hanem azért mindenkinek leesik a tantusz, hogy hoppá, szép-szép a siker, de nagy ára van. Tehát ez így megy. Nyilvánvaló arra törekedtek a vezetőség és a rendező, meg mindenki, hogy az eredeti szereposztásból minél többen.
De hál' Istennek annyira sok tehetséges fiatal van az ensemble-ban is, meg akik ugye a stúdióból jöttek ki, jönnek ki folyamatosan, hogy tényleg itt fölnőtt közben, most már a 7. évadja csináljuk a turnét, azért itt fölnőtt közben egy új kis generáció, akik fantasztikusak, nagyon ügyesek, gyönyörűen megtanulták, nagyon jól játszanak, nagy alázattal, nagy szorgalommal, és gyönyörűen énekelnek. Tehát szép lassan itt megvan minden. Egyébként 3 szereposztás van, pontosan azért, hogyha bármi baj történik, akkor el nem maradhat előadás. Tehát elmaradni nem lehet. Mind a 3 szereposztás kint van egyébként folyamatosan? Igen. És váltjátok egymást? Váltjuk egymást. Ráadásul van, aki ugye a legfiatalabbak, ők az ensemble-ban vannak benne, és amikor nem játsszák a főszerepet, amit megkaptak, mint tudom én, harmadikban vagy második szereposztásban, akkor visszaállnak, és ilyen kis szerepeket, figurákat játszanak. Gondolom, hogy ilyenkor... Amikor egy ilyen hosszú turnésorozat elkezdődik, mondod, hogy közben fölnőtt egy generáció, és várható, hogy több évadot, több nyarat kint töltötök, hiszen említetted, hogy 7 évad óta megy a Szépség és a Szörnyeteg ebben a formában, akkor ez annyit jelent, hogy 7 nyarat töltöttetek külföldön. Hát az alatt az ember meg is tanulja a nyelvet, ha nem olyan szinten is, de hát azért csak abban a közegben él, még ha magyarok közül is. Neked a nyelvtanulással, nyelvérzékkel akkor gondolom sosem volt problémád. A francia is ott volt. Hát jó, persze neked könnyű, mert ugye gyerekkorodban már eleve máshol nőttél föl. Igen, de hát igen, a nyelvtanulás az, én szerintem nagyon szeretem a nyelveket, nagyon szeretek kommunikálni, és én nagyon szeretem azt, hogy látom az embereken, hogyha dadogva is, de megszólalok az ő nyelvükön, azt nagyon nagy hálával fogadják, és biztos, hogy segíteni fognak. Mert hogy látják, hogy strapáltam magam annyira. Aha. És nagyon jó dolog megtanulni a nyelvet. Azt nem tudom, azt a változatot nem tudom, hogy otthon kazetta meg könyv, az nem megy, helyszínen ragad. Úgy. És azt úgy szeretem is. 500 előadás. Említetted, hogy nagyon sok, hogy fölnőtt egy új generáció. Mennyire vagytok itt 500 előadásban egymásra, nem azt mondom, hogy egymás utalva, mert nagyon egymásra vagytok utalva, de mennyire viselitek egymást, mennyire vagytok egy közösségben, hogyan éltek ilyenkor, hogyan foglalják a szállásokat, mennyire... Jaj, jó kifejezést akartam mondani, kollégiumos a történet. Hát valahol olyan, nekem mindig olyan, mint egy ilyen meghosszabbított osztálykirándulás, én ezért is élvezem. Van, aki nem szereti ezt, ezért is nem jön, de visszatérve például a szállások, ugye ezt egy német cég hív meg minket, akinek több darabja utazik Németországban, mind nagy volumenű előadás, tehát nekik valami olyan logisztikájuk van a háttérben, hogy... Nagyon jó szállásaink vannak. Amikor olyan volt, hogy nem volt annyira jó, vagy túl távol volt az előadás helyszínétől, és szóltunk nekik, és ebben a mi vezetőségünk tárgyalt velük, a következő alkalommal már olyan szállást kerestek, olyan szállodát, ami pár száz méteren belül volt. Nagyon jók a szállásaink, tehát meg tudjuk közelíteni, ez mind remek, és hát ez egy 100 emberből mindig összeverődik 3-4, akik úgy körülbelül egyívásúak, és ők mindig együtt vannak, néha-néha. Nyilvánvaló, hogy én a 22 évesekkel nem fogok minden nap együtt lenni, mert miről beszélgetnének ők velem, és én velük? Hát nyilván nem egy a téma, meg hát más korosztály, de ezzel nincs semmi baj, mert időnként meg összekeveredünk, és akkor nagyon-nagyon jókat sörözünk együtt, vagy elmegyünk csülköt enni, mert ez most már mindig ez egy ilyen bevett szokás, hogy egy csülkös kiruccanása van a társulatnak, de másmilyen is. Tehát nagyon jól eloszlik ez. Tehát senki nem megy igazán a másik idegeire, mert el tud szeparálódni a saját haverjaival, is el tud szeparálódni. Tehát ez egy nagyon jó, egészséges dolog így. Én úgy gondolom. Hány fő látta eddig ezt az előadást itt Magyarországon?
Hát én ezt meg nem tudom mondani, mert itthon Magyarországon is már több száz előadás lement. Egyébként sajnos pont most vették le a magyar előadást, úgyhogy most ez egy darabig hát nem fog menni. Pont azt akartam volna mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha ez itt is menne addig nem a darab. Nem a színház vezetőségének az örömteli döntése, tehát itt nyilván lejártak jogok. A jogok, újra kell tárgyalni, a tárgyalópartnert Walt Disneynek hívják, tehát nyilvánvaló, ezek kemény tárgyalások lehetnek, meg ők szabják az alapfelvételt, hogy most akarjuk, vagy most nem akarjuk, vagy mit tudom én mi. Tehát erről nem is tudok, de ez van a háttérben sajnos. Egyébként sajnos a németnek is vége lesz most télen, egy darabig legalábbis, mert lejártak a jogok. Ezekkel a jogokkal mindig probléma van. Kedves nézőink, én viszont örömmel adtam hírt arról itt Bardóczy Attila művészúrral együtt, hogy van nekünk itt egy operettszínházunk Terézvárosban, amelyik olyan darabokat tud műsorra tűzni, amelyek sok száz előadást élnek meg itthon és külföldön. Köszönöm szépen, sok sikert a következő szériára is. Én köszönöm.